So, colleagues, my name is Matthias Kedves Kröll. kollégák, Matthias Krönnek hívnak. I'm the president of Donausója. Én vagyok a Donausója elnöke. I hope I can contribute by És nagyon remélem, hogy tudok érdekes, hasznos információkkal, adatokkal szolgálni az önök számára. És szeretnék bemutatni egy előadást és egy prezentációt, de természetesen, ha bármi kérdés van, akkor nyugodtan szakítsanak félbe. Köszönöm szépen előre is. Akkor megosztom az előadásomat. Egy kérdést, hogy mit gondolnak, melyik országban adták ki először a szójáról szóló könyvet? 1878-ban járunk, és ekkor történt, hogy Haberland professzor publikált ezt a könyvét. Tehát, ahogy tudják, a szójabab az nagyon fontos Ausztria és Szlovákia szempontjából, ez ugye a mi régiónk, meg pedig azért, mert Európába itt érkezett, és Európából innen terjedt el az egész világon, és ebben nagyon fontos szerepet játszott Haberland professzor munkássága, aki ugye Bécsben dolgozott, és ugye mezőgazdász professzor volt, és 1878-ban kiadta a Die Sojabohne című könyvét, és látható tehát, hogy milyen komoly kapcsolata van a szójának a régiónkkal. Itt láthatják a kísérletek helyszínei, tehát nagyon sok kísérleti helyszíne volt, a professzor ezeken a helyszíneken dolgozott Európában. Láthatják, hogy több mint 10 helyszín van Magyarországon, és láthatják a különböző számozásokat, 73-tól 83-ig az egész ország területén. Tehát a szójabab az egy hagyományos termény, és büszkék lehetünk arra, és Magyarország is büszke lehet arra, hogy az első országok között voltunk, akik ugye elterjesztették a szójababot. Magyarországra gondolok, Ausztriára, Közép-Európára, ők voltak az úttörők a szójabab termesztésben. Tehát Magyarország és Európa komoly szerepet játszott abban, hogy a szójabab ilyen fontos szerepet játszik az egész világ mezőgazdaságában. Nézzük a Donausójában betöltött szerepemet. Tudni kell, hogy mi egy non-profit szervezet vagyunk, nem cég vagyunk, egész Európában jelen vagyunk, és a célunk az, hogy egészséges, profitábilis termelést biztosítsunk a szója területén, és jelenleg több mint 10 000 gazdálkodó működik velünk együtt, csatlakozott a kezdeményezésünkhöz. Ugye az európai országokról beszélek. Tehát próbálok egy objektív, korrekt információ sorozattal szolgálni, és természetesen azért vagyunk itt, hogy kicseréljük a véleményünket, hogy tanuljunk együtt. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy valamit szeretnék itt előadni, vagy megtanítani, hanem én magam is szeretnék tanulni a kollégáinktól egész Európában, és ez az egész szervezetnek a működésére jellemző. Amsterdamban, Kijevben is jelen vagyunk, Bécsben van egy központi irodánk, és ez szolgálja ki Magyarországot is. Nézzük a szójanövénnyel kapcsolatos információkat, biztos vagyok benne, hogy a legtöbben ezt ismerik. Ez egy nagyon kiváló növény, mert hatalmas a fehérje tartalma, és nagyon jó aminosav profilja is van, nagyon jó a fehérje tartalma, ahogy mondtam, a fehérje szintje nagyon magas, és ez nagyon-nagyon kiválók a tulajdonságok ilyen szempontból. Az olajtartalma is igen magas, az olajkoncentráció az olyan 20% körül van, és nem tartalmaz sok keményítőt vagy cukrot, tehát nagyon nagy az olaj vagy zsír, illetve a fehérje tartalma. A másik, ami a gazdálkodók számára nagyon is releváns és nagyon fontos, ahogyan tudják, meg tudja kötni a légköri nitrogént a földben. Ez azért fontos,
mert ugye nem csak élelmiszerként, hanem takarmányként is használják a különböző iparágakban, tehát nagyon széles a használati skálája. Olyan szempontból hasznos, hasonlítható a kukoricához, hogy kedveli a meleg éghajlatot és a jó vízelvezetésű talajokat, tehát ott termeszthető alapvetően, ahol a kukorica, illetve nagyon jól beilleszthető a vetésforgóba, amelyet gazdagít. Néhány szójaterméket láthatnak itt kivetítve, nagyon izgalmas élelmiszer, termék, nagyon sokféle termék készíthető belőle, ízesítő anyagok, sütéshez anyagok, lisztek, illetve a húshelyettesítő termékek, fermentált szójabab, tofu, szójatej, szójajoghurt és minden hasonló termék. És az európai emberek alapvetően egyre inkább elmozdulnak a növényi alapú táplálkozás felé, és ez látszik is például Hollandiában, Dániában, Németországban, de természetesen Közép-Kelet-Európában is látjuk azt, különösen a fiatal és női fogyasztók keresik a hús fogyasztásának az alternatíváit, és itt jön be a képbe a szója. Tehát ez egy nagyon izgalmas, érdekes jellegzetessége a szójának, és azt gondolom, hogy a következő 10-15 évben a magyar gazdálkodók is azt fogják tapasztalni, hogy a szójából nagyon sok élelmiszeripari termék készíthető. Nagyon fontos, hogy olcsó, tehát kis léptékben is termeszthető, tehát adott esetben egy kisebb gazdálkodás is belevághat abba, hogy szója termékeket kezdjen elkészíteni. Hogyha érdekesnek találják ezeket, érdeklődnek irántam, akkor kérem vegyék fel velünk a kapcsolatot, és nagyon szívesen adunk tájékoztatást. Tehát ez egy olyan termék, amit akár már a gazdálkodásban, a gazdaságban is el lehet kezdeni feldolgozni. Nem fogok részletekbe belemenni, csak szeretném, hogy lássák, hogy mennyiféle termékben van jelen a szója. És hogyha a szójáról gondolkodnak, akkor ne csak a szója termesztésében gondolkodjanak, hanem arra is, hogy mennyi minden terméket lehet belőle előállítani, akár az élelmiszeripar területén. És ne csak a szójababra gondoljunk, vagy a szója növényre, hanem gondoljunk arra, hogy milyen szerepet foglal el, milyen szerepet játszik a teljes élelmezésben. Mi az, ami fontos a gazdálkodók számára? Ugye hatalmas deficit van a szója termékek, a szója kapcsán, ugye importból fedezzük a keresletet, és ez ugye Európában elmondható, hogy a tej, a hús, a gabona szempontjából viszonylag jó az önellátottsági szintünk, ellenben a szója dara szempontjából elég a növekedés ellenére is van egy ilyen deficit, és csupán 8% az, amit a helyi termelés fedez. Ez az önök számára, a gazdálkodók számára egy érdekes információ lehet. Nézzük a gazdasági ösztönző tényezőket, miért jó szóját termeszteni Európában. Először is profitábilis, hogyha a többi terményekhez hasonlítjuk. Ausztriában nem a legprofitábilisebb, de a legjobbak között található. És jelenleg ugye nagyon magasak az energiaárak, illetve a műtrágya árak, ezért nagyon fontos, hogy a szójához nincs szükség műtrágyázásra, különösen nitrogénpótló műtrágyázására, tehát ez egy kevesebb inputot igénylő termék. Új magfajták is elérhetők, nagyon jó fajták érhetők el Magyarországon és Ausztriában is. Ezek nagyon erőteljes, ellenálló magok, vetőmagok, és a hozamok is kiválóak Európában, és az európai gazdálkodók a hozam szempontjából a szójatermesztés kapcsán a világ élvonalában vannak.
Egy másik szempont, amit a középső oszlopban láthatnak, hogy az uniós jogalkotásban megtörtént egy nagy változás, nevezetesen az, hogy figyelmet kell fordítani az erdőirtás mentessége például. Ausztriában megvannak az eszközeink arra, hogy bemutassuk a vásárlóink számára, hogy az adott termék az erdőirtás mentes, ezek az eszközök önök számára is hasznosak lehetnek. Vannak olyan eszközeink, amelyekkel ki lehet számolni a szénlábnyomot, a karbonlábnyomot, a különböző országokból származó szójababnak a szénlábnyomát, és meg tudjuk mutatni a vásárlóink számára, hogy nagyon jó, nagyon alacsony ez a lábnyom, ez egy fontos dolog. És természetesen az Európai Unió, illetve a magyar kormány is, illetve az ausztriai kormány is egyre inkább fókuszál arra, hogy a fehérje ellátás szempontjából önellátóak legyünk, tehát van egy fehérje stratégia ezzel kapcsolatban, több szektorra kiterjed, és ilyen szempontból is fontos a szója. Nézzük meg az európai szituációt. Látható, hogy 6,7 millió tonna GM-mentes szója iránt van kereslet, ebből 2 fullfat, vagyis teljes zsírtartalmú 4,7 szójadara. Ezek a számok folyamatosan nőnek, és van lehetőségünk arra, hogy Európában termeljünk, és Európában dolgozzuk fel a szóját. Érdekes szlájd lehet az önök számára a következő is, nevezetesen az, hogy elég nagy a különbség a mintázatokban, a vetési mintázatokban. Ausztria Magyarország a közös határán veti a legnagyobb mértékben a szóját, ahogy a térképen is látható. És körülbelül 40 ezer hektár biominősítési szójáról van szó, és a vegyi anyagok használatától, a vegyi permetezéstől is próbálunk elmozdulni, próbálunk mechanikus gyomlálást alkalmazni a szójabab esetében, és így is nagyon magas hozamot sikerül elérni. A térképen látható régiókban nem nagyon magas az eső mértéke, itt nincs nagy különbség Magyarország és Ausztria között, és ezek ugye elég alacsony értékek, és alapvetően nem mondható, hogy nem használunk nitrogént, pótló trágyázást a földeken. A terméshozam 2,4-3 tonna per hektár között van, és elmondhatom, hogy ezzel a világ élvonalában vagyunk, és tulajdonképpen a brazíliai, amerikai, argentinai gazdálkodók hozamához tudjuk hasonlítani ezeket a szinteket. Az is nagyon fontos, hogy a bio szója hozama ugyanolyan jó, mint a hagyományos szójáé. Tehát a szója az egy viszonylag érzékeny a nitrogén maradványokra, és ez az oka annak, hogy a farmerek számára, a gazdálkodók számára ez egy jó lehetőség lehet. Magyarországon is látható a térképen, hogy bizonyos területeken folyik a szója termesztés nyugaton, de ugyanakkor a térképen látható is, hogy elég nagy a potenciál, tehát lehetne több szóját termeszteni. Probléma nélkül egy nagyon profitábilis rendszerben igen nagy mértékben növelhető lenne a szójával bevetett területek nagysága. Láthatók a terméshozam különbségei Ausztriában, illetve a térképen láthatók bizonyos Ausztriával szomszédos országok is. Tehát minél sötétebb minél sötétebben van jelölve a térkép, annál nagyobb a szója aránya a szántó földön. Például Észak-Olaszországban van egy eléggé magas koncentráltságú rész, de ugye Ausztriában is látható.
Nézzük a gyomok elleni védekezést, ez szintén érdekes lehet az önök számára gyakorlati szempontból. Ezek a kísérletek, amelyeket Ausztriában végeztünk, azt mutatják, hogy először is ugye a gyomok megjelenése előtt használtunk különböző vegyi anyagokat, háromfélét, és aztán kipróbáltuk a mechanikus gyomírtást is, és látható, hogy az hozamok az alkalmazott gyomok elleni védekezési módszertől függetlenül viszonylag jók voltak, magasak voltak. Tehát a mechanikus gyomvédelmi gyakorlat ugyanolyan jó, mint a vegyszeres, ami azt jelenti, hogy nagyon gazdaságos módon lehet termeszteni a szóját, hiszen, és ugye ez a fogyasztók számára is izgalmas lehet, érdekes lehet, hiszen nincs szükség a vegyszer használatára a termesztés közben, és ugye ez a gazdálkodók számára is egy érdekes pont, ahogyan a fogyasztók számára is. És ezeket az adatokat nagyon szívesen átküldjük, tehát hogyha szeretnének további adatokat kapni, akkor szívesen állok rendelkezésre, hogyha szeretnék megtekinteni ezt a kísérletet akkor is. Az is fontos, hogy nagyon sok gazdálkodó Európában úgy gondolja, hogy nitrogént kell használni a szója esetében is, de a véleményünk szerint, és a tudomány is ezt mondja, hogy a válasz nem, nincs szükség műtrágya használatra, ez ugye azt jelenti, hogy pénzt tudunk spórolni. Ugyanolyan jó eredményeket lehet nitrogén nélkül is elérni, és ugye nagyon sok pénzt tudunk spórolni. Voltunk egy szójakutatói konferencián Bécsben, ez egy nagyon nagy globális konferencia volt, különböző országból, az egész világból érkeztek tudósok, és arra a konszenzusra jutottak, hogy nincs szükség a szója esetében nitrogénpótlásra, és szeretnénk ezt a gondolatot elterjeszteni ökológiai szempontból, illetve természetesen pénzügyi szempontból is. Nagyon fontos az oltószeres kezelés, és ezt erről sem szabad megfeledkeznünk. A nitrogén használata csak vészhelyzet esetében használható, vagy használandó, hogyha az oltószernek valami miatt nincs hatása. Egyébként nincs rá szükség. És ezekkel kapcsolatban nagyon szívesen megosztjuk önökkel a különböző gazdálkodók különböző véleményét, adatait, illetve szívesen ismertetjük a bevált gyakorlatokat. Általában elmondható, hogy nagyon könnyen termeszthető a szójanövény, nagyon jó gazdasági jellemzői vannak, nem kell nitrogénpótlást alkalmazni. Tehát alapvetően nagyon gazdaságos módon termeszthető, nincs szükség túl sok inputra, és hát ugye van egy nagy piaca is, és ebből a szempontból fontos, hogy Magyarországon is vannak ugye nagyon magas szinten működő állattenyésztő vállalatok, például Bonafarma, Mastergood vagy a Transitker, amelyek GMO-mentes termelési láncokat alkalmaznak, vagy Komáromban található a Vandam, ami a régió legnagyobb szójafeldolgozó üzeme, nagyon nagy mennyiségben dolgozza fel a szóját, többek között állatok számára készít takarmányt. És nagyon jó lenne, hogyha olyan értékláncokat alakíthatnánk ki, amelyben egyre több és több magyar szójatermesztő gazdálkodó vesz részt. Természetesen mindig van lehetőség az exportra, ez ugye a másik lehetőség. Magyarország nagyon közel van a piachoz, ugye átfolyik rajta a Duna, ami kiváló lehetőség a szállításra, Ausztria, Svájc, Németország, ahol nagyon nagy az igény a szójára, ezek közel vannak, könnyen elérhetők. Ott van például a Bad Güssing Ausztriában, ami szintén nagyon jól elérhető, jó a logisztikája.
Ez ugye egy családi vállalkozás, és ugye Ausztriában is nagy kereslet van a biominősítésű szója élelmiszer iránt, tehát alapvetően a hagyományos szójához képest akár kétszeres áron is eladható a bioszója, tehát ez nagyon profitábilis megoldás, opció. És természetesen nagyon jó vállalataink, partnereink vannak Magyarországon, a Nemzeti Szövetség többek között, nagyon jó partnerségben dolgozunk velük, de a NAIC-kal is együttműködünk, ugye a Nemzeti Agrárkutatás és Innovációs Központtal, a Lajtamaggal is, és nagyon sok lehetőség van a szója fejlesztésére is. A jó hír az, hogy Magyarországon van egy nagyon kedves kollégánk, aki itt van most velünk online, Krupa Bertalannak hívják, és nagyon szívesen nyújt támogatást, információkat, adatokat az önök számára, és nagyon szívesen tanul is önöktől. És szeretnék jó konferenciát kívánni a mai napra, sikeres tanácskozást, és remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozunk. Köszönöm a figyelmet!